kezdődjön a Ponorréti túra, még hogyha most ez nem is kifejezetten rétet mutat. Viszont itt van a vízkelet, vagy amit akartok. Ugye itt ered, egész pontosan nem itt ered, hanem itt bújik ki a patak. Tehát ez egy ilyen bővízi forrás, és itt szépen csordogál lefelé, a Ponorrét felé. A patak úgy egyébként másodjára van itt felszínen. Először itt emögött, a hegyvonulat mögött, amit a fáktól nem nagyon látunk, de ez a szikla is része. Tehát emögött van a pádisi fensík, ugye ott már először felszínen volt a víz. Itt átjön a sziklákon, és itt szépen kijön, és a Ponorrét felé folyik. Úgyhogy mi is kövessük a patakot. Na most közkívánta természetesen muszáj volt egészen a forrásig eljönni. Itt a köz, aki kívánta. Úgyhogy akkor most követjük a patakot szépen. Most néhány évvel ezelőtt, még 3 éve is, talán még kép is van róla valahol. Itt még egy normális híd volt, ilyen rönkhíd. Hát mostanra ennyi maradt belőle, ami ugye nem sok. Mindazonáltal még használható, bár némi egyensúlyérzéket azért megkövetel. Most ahelyett, hogy a hidat megcsinálták volna, inkább ezen a parton is kitapostak egy ösvényt. Hát ez tény, hogy egy olcsóbb megoldás. És ugye ahogy ígértem, ugye Ponorrét, hát itt azért már kezd úgy rét jellege lenni a rétnek. A patak viszont nagyon szép most, viszonylag sok víz van benne. Ugye a barlangnál is láttuk, hogy most víz volt, tehát itt is most sokkal magasabb a vízállás. És lassan kiérünk az igazi Ponorrétre. És követjük a vizet, vízkelettől víznyugatig. A jelzésre is visszatértünk. Ugye a vízkeletnek egy ilyen koncentrikus kék-fehér-körös jelzése volt, ez csak egy ilyen leágazás a pádisi útról. Mi most természetesen nem megyünk Pádisra, az ugye arra fele lenne. Tehát amint aztán az előbb is mondtam, hogy az alatt a szikla alatt van a vízkelet, és a víz ott a gerinc mögötti fensíkról a hegygyomrában érkezik le hidáig, majd aztán itt szépen tovább Ponorréten keresztül. A patak itt már egészen megcsendesedik, kivéve ez a kicsi mellékág, de ilyen nagy kanyarokat vet, mint az Alföldön. Teljesen sík a terep egyébként. És valami hihetetlen nyugalmat és nyugodalmat áraszt. Nagyon szép ez a környék. Szerencsére ide nem engedték fel a turistákat sátorozni. És ilyen hüvegtigriseket sem húztak ide. Úgyhogy itt még azért nagyjából megtalálható az, ami olyan 15-20 évvel ezelőtt az egész fensíkot jellemezte. A csend, nyugalom, patakcsobogás, fenyőerdő. Hát most is azért látni, hogy azért sokan vannak. Hát mindenhol van mozgás, így a réten. De majd megmutatom, hogy mi van a Glavoly réten. Még tovább csendesedett a patak. Már alig hallatszik. És itt talán még több ilyen furcsa kanyart vett az egész. És közeledik a végkifejlet, illetve mondhatjuk úgy is, hogy a víznyugat, ahogy azt már az előbb is mondtam.
Így előtérben a patakkal, meg háttérben azokkal a sziklákkal, az egyikben még egy barlang is van, vagy legalábbis egy ilyen barlangszáj, olyan, mintha valamilyen ősvilági, nem is tudom, környezetben lennénk. Azon se csodálkoznék, hogyha onnan kipucsítana az ősember. És egy kis körpanoráma. Úgy tűnik, mintha nem is lennénk olyan nagyon magasan, pedig az előbb néztük meg a GPS-t, és 1070 méter magasan vagyunk. Szóval senki se téveszen ez meg. A fennsík igazán fenn. És hogyha jól megnézzük, errefele folyik a víz, viszont lefolyás sehol nincs, mármint felszíni. Tehát hol tűnik el a víz? Hát kérem szépen, egyrészt itt, itt a vége, ez a víznyugat. De egyébként itt sokfelé vannak ilyen víznyelő lyukak, ott is, csak azok kisebb kapacitásúak, és itt van a fő víznyelő. Sajnos a víz eléggé mocskos itt, itt látszik, hogy habos is. Úgyhogy nem igazán látszik, hogy hova tűnik el a víz, csak az, hogy itt. De azért az is látszik, hogy ha nagyobb a vízállás, akkor azért itt még tovább is folyik. Tegnap jártunk itt, csak közben volt egy nagy zuhé éjszaka, és ugye tegnap itt volt vége a folyónak, a Ponorréten vagyunk, azt még nem mondtam. És tegnap itt kavargott a hab, még most is egy pici van belőle, de mivel most már túlfolyik, a hab ide gyűlt össze, és most be lehet látni itt a víznyelő. És itt is biztos vannak még víznyelő gödrök, csak most szárazon. Egyébként viszont a víznyelőknek a kapacitása eléggé véges, tehát tavasszal, hóolvadás után itt az egész területen egy tó van. Sajnos ilyen fényképen nincs, de az interneten akár lehet is találni ilyeneket. Nos hát itt például, itt kiszáradva, ez egy víznyelő. Illetve itt még vannak továbbiak is. Csak itt a sár betömte őket, de ott van egy kis lyuk. Tehát innen húzták ki a dugót. A folyó tehát itt tűnik el. És itt összesen körülbelül egy olyan, hát talán 600 métert van felszínen, majd újra felszínen lesz, viszont azt csak holnap mutatom meg, hogy hol. Most pedig átmegyünk a Glavoj-rétre, ami a tökéletes kontrasztja ennek a nyugalmas, szép tisztásnak. Nos hát most így néz ki a Glavoj-rét, igazi cigánytábor. Mindenki szellőzteti a szarzenéjét. És rengetegen vannak, tehát ez már, nem tudom, nekem ez már nem okoz megnyugvást, hogyha ilyen helyen kell sátorozni. Ráadásul azt azért mindenki tudja, hogy itt WC nincs, tusoló nincs. Illetve a WC, az a szemközti hegyoldal, szinte a csúcsig, tele van szarva az egész, és minden 30 centinél vékonyabb fa ki van vágva a tábortűzhöz. Na most, én először 85-ben voltam itt sátorozni, akkor a mi kis csapatunk volt az egyetlen az egész területen. Na úgy azért, úgy jó volt. Tudom, ami külön hatósági engedély kellett hozzá, hogy itt sátort verhessünk, amit az erdésznek a lánya olvasott el, mert az erdész az írás tudatlan volt. No, hát azóta idáig fejlődött a világ, nem biztos, hogy az előnyére. Van egy ilyen kis csendélet, ott a kutyák meg a lovak bakalódnak. És itt az üvegtigriseknek a hosszú sora.
mi most ebbe az üvegtigrisbe fogunk menni, mert itt melegételt is adnak.